szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakkmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és állandó műsorvezetőtársam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a megyei csapatbajnokság történéseiről, az MB2-es történéseiről. Az MB2 fordulója után egy igen nagy volumenű egyéni gyermekverseny lebonyolítására került sor megyénkben, illetve városunkban. Nyíregyházán a Bethlen Gábor általános iskola és gimnázium sokadik alkalommal rendezett sportversenyt. Ezen sportverseny kereteibe sok évvel ezelőtt beillesztett egy sakkversenyt is. A Bethlen Kupa sakk szempontból már a 8. volt. Az ország minden tájékáról érkeztek gyermekek, különböző korcsoportokban a 18 év alatti fiatalok sakkoztak, és vívták ki a jogukat az érmekhez és értékes kupákhoz, külön díjakhoz, nyereményekhez. Én ezen a versenyen nem vettem részt személyesen, tehát nem bíráskodtam a versenyen, Péter nagymester azonban fidebíróként a verseny főbírája volt. Péter, milyen volt a Bethlen Kupa idén? Hát fantasztikus. Én azt mondom, hogy ilyen létszám, amely összejött ezen a versenyen, ez eddig csúcs, tehát a megyében. Tehát majdnem annyian voltak, mint a március 15-e emlékére rendezett versenyen, mint mondjuk magán 1848. március 15-én? Hát azt nem tudom, hogy ott mennyien voltak pontosan, de annyian talán azért nem voltak. De 236 gyerek ez játszott, óriási létszám. Játszott a versenyen, és úgy, hogy ugye egy picit betegség megtizedelte, több mint 250 volt az előnevezőknek a létszáma, ami hát azt mondom, hogy a legnagyobb gyerekversenyé vált itt, nem csak a megyében, hanem az egész országban is. Tehát azt kell tudni, hogy ugye elég nagy rálátásom van itt az ország rendezvényére, gyereksakjára. Elégre te vagy a Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságának elnöke. Igen, tehát ott elég sok versennyel találkozom, ugye az ország egész területén, ugye nemzetközi versenyeken is jó részben ugye szoktam Magyarországot képviselni csapatvezetőként. Azt mondom, hogy ez a 236 fő, tehát ez a ugye mi a Mikulás kupát szoktuk mi szervezni, és ott a 206 volt eddig a maximum létszám, ami ugye tavaly decemberben volt, és ezt 30 fővel ugye még többen, még több gyerek játszott ezen a versenyen, hát ez egy hihetetlen. Ez a versenynek a jelentőségét, jó szervezettségét, ugye ez a 8. sakkversenyük volt már ahhoz képest, tehát ami az első versenyeken volt, az a 30-40 fős létszám, tehát ahhoz képest ez a 236 fő, tehát nagyon szépen kidőtte magát. Ki szervezik ezt a versenyt? Morvai Pál szakosztályvezető? Igen. Girász Ingergő tanár úr? Tanár úr, és hát ugye természetesen ugye az igazgató úr. Gál Ottónak az áldásával, ugye egy nagy ugye sorozatnak az egyik része, ugye több verseny. Nagyon sok segítő van még a versenyen. Hát az minden muszáj is, hogy legyen, tehát ennyi gyermeket szépen rendőben levezetni egy ilyen versenyt, az nem egy olyan könnyű feladat, de szerencsére minden nagyobb probléma nélkül lezajlott a verseny. Pedig azt én is tudom, hogy különösen az óvodások, 8 évesek, 10 évesek két parti között igencsak szeretnek szaladgálni és sikongatni a folyosón, de hál' Istennek akkor semmilyen baleset nem történt a versenyen. Nem történt. Csak a királyokkal. Igen, és annyival mondjuk újítás volt, hogy ugye a lelátóról kellett a kísérőszülőknek nézni a játékosokat, a gyermekeiket, és ez nagy mértékben megkönnyítette a szervezők és versenybírók dolgát is, és amelyik gyerek befejezte a partit, annak is ki kellett fáradni a versenyteremből, versenyhelyszínéről, és akkor kint folytathatta, ahogy mondtad, a futkározást és a szaladgálást. Tehát azt mondom, hogy szépen lezajlott, nagyon gyönyörű díjakat kaptak a játékosok, akik ugye érmes helyen végeztek, és az első három helyen ugye
öt korcsoport volt, azt el kell mondani, ugye a legkisebbek a 8 év alattiak voltak, és elég sok óvodás volt, tehát meglepően nagy létszámban 44-en indultak ebben a csoportban, sőt nem tudom, bocsánat, 48-an, de a legtöbben stílusos, mégis... a március 15-ei forradalmi emlékversenyre 48-an. És végül is a legtöbben 9-10 évesek között voltak, ott szerintem ilyen létszámcsúcs jött létre, ott 75 gyerek vett részt egy korcsoportban, hát már maga a létszám hihetetlen, hogy 75-en voltak, úgyhogy tehát mindenképp ez az iskola részére elismerés, hogy azok, akik már elindultak ezen a versenyen, szívesen jönnek vissza, és játszanak ezen a versenyen, és ugye újabb és újabb tehetségek kerülnek ki ugye az iskolákból. Ugye ez egy csapatverseny is egyben, tehát aki rendszerint a legtöbb gyereket hozza, tehát ők szokták megnyerni a csapatverseny. Hát rendszerint ugye három iskola szokott hatalmas létszámmal megjelenni. Ugye itt most a legtöbb tanulóval a debreceni Huszár Gál iskola jelent meg, akik 49-en jöttek, de nagyon sokan jöttek Nagyhalászból is, akik 34-en indultak, és 30 fő indult a Betlen iskolából is. Tehát ez egy fantasztikus létszám, és hát természetesen így a debreceni Huszár Gál iskola vitte el a csapatnak járó külön díjat. Nagyon, nagyon jó és kiemelkedő verseny, tehát ez az összefogás, ami elindult a megyében, tehát az ifjúsági sakterén, ez nagy mértékben látszik a versenyzők létszámán is. És azt hiszem a szakmai fejlődésben is. A szakmai fejlődésben is egyre jobban látszik, ott még egy picit azért le vagyunk maradva az országos szinthez képest, de mint utánpótlás bázis növelésben, hát ott viszont az élmezőnyben vagyunk. Ugye ez sok mindennek köszönhető, többek között ugye a Polgár Judit sakkpalota programnak, ami ugye az iskolai sakkoktatásban a sakkal való magyar és matek oktatásba ugye beépült, ez nagyon-nagyon nagy előny ugye a sakk részére, és a gyerekek szeretnek játszani, és egyértelműen ugye a piramis alját, hogyha növeljük, én bízom benne, hogy egyre hamarabb ott leszünk már minőségben is az országos szintnek a közepén elején. A győztesek azt mondom, hogy megérdemelten nyerték meg a különböző korcsoportokban, ugye a legkisebbek ugye 8 évesek voltak, akikről már beszéltünk, ugye ott Tokajból érkezett kisfiú Bihari Mátyás nyerte meg azt a korcsoportot, és kifejezetten jól játszott, azt hiszem talán az összes partiát megnyerte. Úgyhogy a 9-10 évesek is izgalmas versenyen vannak túl. Ott meglepő, tehát az, hogy nagyon sokan voltak, viszont FIDE élővel rendelkező, úgynevezett ugye FIDE értékszámos játékos nem volt a mezőnyben, ami nekem egy kicsit úgy furcsa volt, mert úgy gondoltam, hogy ott lesznek többen is. Azt ugye ott nagyon sokáig, és ugye 75 fő volt, tehát az utolsó fordulóban dőlt csak el, hogy ki lesz ott a bajnok, és végül is az egyik debreceni gyermek megelőzött egy másik tokai kisfiút, most tudom, Bencét, és így teljes mértékben izgalmas csatában dőlt el az első hely sorsa. A harmadik korcsoport a 11-12 évesek voltak, ott kifejezetten erős, nagyon jó játékosok indultak. Itt a lányoknál volt egy olyan játékos Barcelon, aki országos bajnok is egyben, és ő nagyon-nagyon jól játszott.
játszott a versenyen is, meg jól játszik, tehát országos szinten is. Ezt a korcsoportot Blahota Marcelnak sikerült megnyerni, aki az apácai iskola tanulója, és kifejezetten jól játszva nyerte meg ezt a korcsoportot. Döntetlent játszott Barca Lorával, és emellett mindenkit megvert, tehát 6,5 ponttal magabiztosan nyerte meg ezt a versenyt. Nem véletlen, hogy játszik már az NB2-ben is. Hát igen, tehát is egyre ügyesebb és egyre jobban játszik. Ez egy kiemelkedő eredmény volt a számára, tehát ez egy minőségileg is és erős, nagyon erős korcsoport volt. És a 15 évesek között? A 12 és 15 évesek, vagy 13 és 15 évesek között. Ott az eleje nagyon erős volt, ezt a korcsoportot már azt hiszem tavaly is Tóth Tibor nyerte, és idén is sikerült megvédeni ezt a címét. Tehát ő nyerte Wagner Gergő és Varga Marcell előtt. A legnagyobbaknál pedig Tordai Ákos nyerte meg a versenyt, ott már ugye a 16-tól 20 évig, tehát ott az volt a legkisebb létszámú korcsoport, ugye. Tegyük hozzá, hogy mind Tóth Tibi, mind Tordai Ákos a Piremont csapatának a sakkozója. NB2-ben edződtek már, idén most csak a megyei csapatbajnokságban tudnak játszani. Bízunk abban, hogy a következő 2016-17-es évadban újra NB2-ben fényesíthetik tudásukat. Igen. És ugye külön voltak értékelve a lányok is, tehát kifejezetten én azt mondanám, hogy ez a sakk ünnepe volt, ez a nap a Bethlen iskolában. Azt hiszem, hogy a Bethlen kupa díjait és érmeit, külön díjait nem is személyautóval, nem teherautóval kellett a helyszínre szállítani. Nagyszerű rendezéstől gondoskodtak a Bethlen Gábor általános iskolában. Partit mutatsz ebbe nekünk ma? Hát mindenképp még a múltkori adásból egy partit szerettem volna egy partit bemutatni. Azt, ha lehet, akkor most szeretném bepótolni. Molnár János játszott világossal, és szintén egy ilyen villámparti volt, csak azért, hogy hogyan nyerjünk gyorsan, és hogyan ne játszunk rosszul, tehát ugye, amit az előző két partiban is láttunk. Akkor ez az NB2 legutóbbi fordulójában játszott parti. Igen, lesz. Igen. Nézzük akkor. Tehát világosan Molnár János játszott. A tiszavasvári ESE játékosa. És Baló Lajos ellen produkálta ezt a harcika. Viszonylag gyors győzelmet. Világossal D4-jel kezdett fehér, D5-tel folytatta fekete, C4 és C5 következett. Ez egy ritka lépés, és nem nagyon szoktak lépni, inkább C6-tal vagy E6-tal szokták ugye a centrumot megtartani. Ugye ez azonnal felrobbantja a centrumot. C5-D5 ugye az a legjobb lépés. Én azt hiszem, hogy a sötét színekkel játszó játékos nem ismerte az 1967-ben játszott Portis Lajos Dávid Bronstein partit, ahol a szovjet világbajnok jelöltet Portis nagymester 20 vagy 22 lépésben egyszerűen szétverte. Rámutatott arra, hogy az ilyen szimmetrikus játékban világosnak a lépés előnye, a tempó előnye az végzetes tud lenni. Hát igen, és ebben a partiban is hasonló módon szépen befejeződött, hanem is annyira szépen, mint Portis, ugye nagymesternek a partija, de ettől függetlenül ez is értékes és jó parti. Tehát C5-D5 következett, amire vezérüt-D5-tel folytatta fekete, és E3-mal ugye megvédte a D4 gyalogot. Világos, ugye megint, hogyha leütné fekete a D4 gyalogot, egy izolált gyalogos szerkezethez jutnánk. Huszár C6-tal fejlődött, ez talán egy kicsit pontatlan volt, én inkább leütöttem volna D4-re. Most huszár C3-mal ugye visszazavarták a centrumban álló vezért, ugye fejlődök és támadok. Tempóval jön a huszár. A huszár, vezér D8, és erre ugye D5-tel azonnal a C6 huszárnak a helyzetére játszott rá világos, huszár E5 következett, amire huszár F3-mal fejlődött,
És itt egy nagyon szép taktikai csapás következett, ugye futó G4-jel sötét lekötötte ezt az F3 lovat, és ugye ezt nagyon-nagyon vigyázni kell ezekkel a úgynevezett nem valódi kötésekkel, ugye a D1 vezért, ugye az F3 huszárt köti le a G4 futó, ugye ha a huszár ellépne, akkor a D1 vezért ütném le. Tegyük hozzá, hogy a valódi kötésnek azt nevezzük, amikor a király áll kötésben, tehát a huszárral azért nem léphetnénk el, mert mögötte a király van, tehát a valódi kötés az nem oldható fel. Igen. A nem valódi kötés, amikor a lekötött figura mögött egy nem király, hanem egy más értékes figura áll, jelen esetben a vezér, az már feloldható, hiszen szabályos lépés, hogyha huszárral ellépünk, ilyenkor mindig számolni kell azt, hogy mi van, hogyha valódi kötést úgy oldjuk fel, hogy a mögötte álló figurát áldozatul hagyjuk. Hát igen, tehát itt ugye most a D1 vezért, most konkrétan ez jött, tehát ebben a szerkezetben ugye nem fejlődött ki fekete a huszárra, a futóval a király mellett, tehát a királyszárny teljes mértékben ugye a helyén áll, és ezt tudta kihasználni fehér. Hát ez egy megnyitási csapda, megnyitási trükk, ami most következett, de hát ez fekete nem ismerte és beleesett, és ugye meglepetésére fehér huszár leütötte az E5 fekete lovat, huszár üti E5 jött, ugye ott hagyta a D1 vezért, egy átmeneti vezér áldozattal, futó üti D1 következett, mert ugye világos, ugye azonnal támadta a királyt, sakkal, ugye kényszerítő erővel, futó B5 sakk jött, amire... És most döbbent rá sötét, hogy hát kénytelen a vezért odaadni. Igen, hogy eltűnt ugye a futó, ami védhette volna ezt a sakkot, meg ugye a G8 huszár sem fejlődött ki még F6-ra, amit esetleg visszahúzhatott volna, úgyhogy kötelező volt a vezért közbehúzni, vezér D7, amit ugye huszárral ütött világos. Én úgy gondolom, hogy futőüti D7 is azonnal nyer, huszárüti F7 sakkal utána, vagy királya leütöm a D1 futót, tehát így gyakorlatilag minden lépés nyert volna, huszárral ütött fehér, ez is jó lépés. Elsáncolt hosszúra fekete, amire huszár üti C5-öt lépte. Én valószínűleg király üti D1-et, vagy huszár üti D1-et léptem volna. E6-tal folytatta fekete. Most, hogyha ugye egy kicsit számolunk itt anyagot, akkor most lehet látni, hogy egy 10 hátránya van feketének, de még ez a D1 futó is ugye, tehát ott, ha nagyon akarom, azt leüthetem. Persze ugye ezt azért lépte, hogy a C5 lovat leüssék az F8 futóval. Huszár üti B7 ugye közbeiktatás következett, király üti B7, futó C6 sakk, ismét egy közbeiktatott lépés, király B8, és most királlyal leütött te a D1 futót. És ugye, hát teljes mértékben nyerve van, tehát innentől kezdve fekete még lépett egy párat, de gyakorlatilag ezt gyorsan csak bemutatjuk. Tehát innentől kezdve a partit folytatni már csak szomorú félreértés. Hát igen, futó B4 jött, amire király E2, huszár E7, A3, ugye megtámadjuk a B4 futót, erre E-üti D5 jött, és futó A4-gyel ugye most elvittük a futót, futó D6, és bástya D1 következett, futó C7, amire huszár B5, ugye minden csere nekünk jó, mert anyagi előnyben vagyunk, futó B6, huszár D4, bástya C8, futó D2, futó üti D4, E-üti D4, és ugye bástya C4-gyel, ugye megtámadott két figurát, de futó F4 sakk kényszerítő erővel jött, király B7, futó B3, bástya C6, bástya A-ról C1-re, ugye az legutolsó figuráját is játékba hozta fehér, és itt ugye már simán kijön az, hogy tisztelőnyünk van, bástya B6, amire bástya C7 sakk, király A6-ra lépett fekete, bástya üti E7, és bástya üti B3, után bástya üti F7-tel, itt elege lett feketének a szenvedésből, és feladta a játékot. Hát igen, ha népszámlálást tartunk, akkor
akkor... jelentős létszámbeli különbséget észlelünk a sötét és világos haderők között. Igen, igen, igen. Úgyhogy, de maga az eleje, ez egy nagyon szép ilyen megnyitási csapda, azt érdemes a kisgyerekeknek is, meg mindenkinek megnézni, hogy a nem valódi kötésnél vigyázni kell, mert ugye ott azzal a huszárral el lehet lépni, és hogyha gyenge a királyunk ismételten, ugye, és nem fejlődünk a tisztjeinkkel ki, akkor ki lehet használni az ilyen lépéseket. Jó. Köszönjük a partit. Ha már egyszer partit mutattunk be előző adásunkban is, mostani adásunkban is, akkor egy régi adósságunkat törleszthetjük, kombinációkat is megtekinthetünk. A képernyőn látható állásban két elsőrangú világmester partiából látunk pillanatképet. A hadállásnak valami olyasmi mottót adhatnánk, hogy melyik ujjamba harapjak. Arról van szó ugyanis, hogy világos teljesen nyerve van, nem csak azért, mert a sötét király leszorítva van, hanem azért is, mert bizonyos figurái túlterheltek. Több felé látnak el védelmi feladatokat, és egyszerre többet nem lehet ellátni. Anyagi egyenlőség van tulajdonképpen az állásban, de a királyok közötti minőségi különbség azért érzékelhető. Elmondom még azt is, hogy a világos figurákat Mihail Mojszejevics Botvinnik vezette, sötéttel pedig az az észt sakkozó játszik, aki egyetlen a világon, akinek arcképe pénzen látható, Paul Keres, aki sokáig közel 20 évig volt első számú, második számú világbajnok jelölt. A szovjet sakktörténelem két óriása küzdelmének az vetett véget, hogy Botvinnik a B1-en álló bástáját megfogta, és egy kimért, kegyetlen mozdulattal B8-ra helyezte. A probléma az állásban ugyanis az, hogy sötét egy világos fenyeget a vezérrel leütni a H4 gyalogot, majd onnan vezér H7 védhetetlen mattot adna. A sötét vezér természetesen védi a H4 gyalogot, ez a bástya áldozat azonban első pillanata ugye döbbenetes és váratlan, a bástya áldozat rámutat arra, hogy világos nem tudja védeni a mattot. Sötét nem tudja védeni a mattot. Botvinnik lépésével arra mutatott rá, hogy Keres ugye köteles a vezérét a D8 H4 átlón tartani. A vezérre védeni kell a H4 gyalogot, E7-re és F6-ra a D5-ön álló huszár miatt nem viheti el a vezérét, G5-re nem viheti a futó miatt, és amennyiben a vezérrel leüti a B8 bástyát, vezérüt B8, erre Botvinnik világbajnok vezérüt H4-gyel jön, majd hiába kísérel meg Keres királyt levegőztetni, bástya mondjuk D8-al, következhet erre vezér H7 sakk, király F8, és vezér H8 matóca, hála a D5 huszárnak, amelyik őrzi az E7 mezőt is, tehát a királynak nem sikerült elég levegőhöz jutni, nem sikerül elsurranni a hetedik sorra. A táblán látható állásnak a mottója, én úgy mondtam, hogy a saját zsírjába fullasztjuk bele. Értékelve az állást egyszerű általános értékeléssel, anyagi egyenlőség van, ugyanakkor világosnak védett szabad gyalogja van, a C3 gyalogra gondolok, sötétnek ugyanakkor futója van a bástyák mellett, és a futó nyílt állásban elméletileg erősebb a huszárnál. Ugyanakkor persze az a D6 huszár jól korlátozza a mozgási szabadságában az A6 gyalogot. Ilyen állásban ugye számításba veszi a lépőfél, jelen esetben sötét lép, számításba veszi azt, hogy hogyan alakulna a helyzet, hogyha a végjátékra kerülne a sor, mit tudunk tenni a végjátékban, illetőleg van-e lehetőség kombinációs csapásra. Sötét megálmodhatja, hogyha a király a H7 helyett mondjuk H5-ön állna, abban az esetben G5-G4-el azonnal mattot adhatna, de hát persze addig ugye világos sem tétlenkedik zsebredugott kézzel, nem várná be ezt a két lépést, tehát a király H6, király
H5 lépést, hogy G5, G4-en mattot adhasson. Hát egy nagyon szép kombinációt látott meg Sötét, amivel rámutat arra, hogy akár az utolsó megmaradt figurával is eredményes mattámadást lehet vezetni, már amennyiben el tudjuk terelni a védő figurákat. Amikor ilyen kombinációt lát meg a sakkozó, akkor az egyik legnehezebb feladatot kell megoldania, tehát fejben kell mozgatni a figurákat, agyában tartani a megváltozott állást, és mellette még a lépésről lépésre változó állásban kombinálni, tehát keresni a matképet. Egy nagyon butának tűnő lépést tett Sötét, bástya F6 üt D6. Világos örömmel leüti a bástyát, bástya üt D6, hiszen most indisponált helyen áll Sötétnek az A6 futója is, és nem is olyan egyszerű jól elvinni, mellesleg következik még, ugye a bástyával leüthetjük az A5 gyalogot is, és döntőanyagi előnyre tehetünk szert. A döbbenet óriási, bástya F3. Amikor ilyen lépést tesz az ember, akkor nem más tesz, mint hogy fejben mozgatja a figurákat, a lépés és ütés után létrejövő állást, és ilyenkor keresi meg fejben számolva a mat lehetőséget. Bástya F3. Nincsen más szabályos lépés, mint a G2 gyaloggal leütjük az F3 bástyát, és most jön Sötét csodálatos eszméje, futó A6 F1, matt. G4-re ugyanis nem léphet ki a király, G3-ra sem, a G2 mezők pedig már nem gyalog, hanem a futó őrzi, tehát mattot kapott kettős bástya áldozat után. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem tetszettek tisztelt nézőinknek a kombinációk, illetőleg a bemutatott part is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!